Az utolsó simításokat végzik a dolgozók a Várajai tábor egyik házán. A fejlesztés ezen szakasza lassan a végéhez ér. Köllő Roland, a Várajai ifjúsági tábor és Várajai bakancsos házakat üzemeltető Bonyhádi Sportcentrum igazgatója azt mondja, az 1977-ben épült házak felújítása nagyon időszerű volt. 3 éve tartanak a munkálatok, 2018-ban közel 332 millió forintból korszerűsítették a vizes blokkokat, az ebédlő épületét és modernizálták az épületeket. Akkor 3 bakancsos házat alakított ki az önkormányzat, teljesen felújította az ebédlőt, a foglalkoztató épületet, közvilágítással láttuk el az egész tábor területét, illetve be lett kerítve. Ugyan továbbá járdákat, utakat építettünk, játszóteret és akadálypályát. 2020-ban 6 ifjúsági szállás helyet újítottak fel, de itt nem álltak meg. A fejlesztést idén is folytatták. Ez benne új villamos hálózat, kívül megújul a homlokzat, a tetőcsere már kész van, és a belső berendezési tárgyak is megújulnak, és ami nagyon nagy újdonság az eddigiekhez képest, hogy nem csak nyáron fogják tudni a vendégeink használni ezeket a szálláshelyeket, hanem télen is, köszönhetően annak, hogy fűteni is lehet ezeket a házakat. A táborban ifjúsági táborok és erdei iskolák résztvevői szállásolhatók el.